A Siklósi Értéktárba emelt Dolce Hegedű együttes műsorával vette kezdetét az október 23-ai megemlékezés a Várban. A kulturális elemekkel színesített program a Baranya megyei önkormányzat és Siklós város önkormányzatának közös szervezése. A megyei elnök beszédében hangsúlyozta, hogy csak békében lehet építkezni, növekedni, gyarapodni. Őri László kiemelte, hogy 56 hősei követendő példát állítottak számunkra. Arra kell folytatnunk az utat, amerre az utolsó, az 1956-os vérrel, könnyel, bátorsággal és szabadságvágyjal megszilárdított mérföldkövünk mutat. Ez a magyarság történelmi útja, amiről letérnünk végzetes lenne. 1956 hősei, a pesti srácok, a körvinköz harcosai, az ámos sortüzek áldozatai, Tóth Ilonkák, a Mansfeld Péterek és még sokan százak emelték életükkel és halálukkal a történelmi mérföldkövet nekünk. Ne menjünk el mellette felelőtlenül, értsük meg hát jól a rávésüldött jeleket. Előre. De mit jelent ez? A harc, a küzdelem, a kitartás, a hűség vállalását Magyarországért, a függetlenségért, a nemzet szabadságáért. Az egyetértés, a rend, a biztonság megteremtéséért határainkon belül és kívül egyaránt. Az emlékezésre a siklósi Táncsics Mihály gimnázium tanulói is készültek egy műsorelemmel. 1956 története nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap is. Boldogságban úszott az egész ország. A durvák megszelidültek, az árkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezőek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt, a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. 1956 története a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt, szép és dicső. A bal sorssal tépő történelmi idő közepette meleg sugárzás, Régl Gábor Siklós polgármestere stábunknak elmondta, egy ilyen ünnepet egy magyar sem felejthet el. A rendezvényünk az két részre tagolódott. Egyrészt mert azt gondoltuk, hogy a megyei önkormányzattal együttműködésben, ha már egyszer a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat elnöke úgy döntött, hogy a megyei ünnepség Siklós helyszínnel, siklósi helyszínnel fog megtartódni, akkor ennek mindenféleképpen a siklósi várminniós helyszín lehet csak a helyszíne, és ezt követően, miután az ünnepi műsoron, beszédeken és az ünnepi műsoron túl voltunk, azt a tavalyi hagyományteremtő jelleggel kitalált, kigondolt és lebonyolított elemet, nevezetesen, hogy fáklyákkal vonuljunk le az 56-os emlékműhöz, ide a siklósi temetőbe, ezt semmiképp sem szerettük volna kihagyni. Tovább emelte a mai megemlékezésünknek a fényét, hogy Székelyudvarhelyről is megtiszteltek minket, és székelyudvarhelyi barátaink is aktív részese voltak a műsornak, és egy külön műsorszámmal is készültek a megemlékezésünkre. Ez egy csodálatos élmény volt mindannyiunknak, azt gondolom. Igyekeztünk őket illően fogadni, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Nem volt ez másképpen korábban sem. Úgyhogy a várban megtartott eseményeink után gyakorlatilag fáklyát fogtunk, és a kadétaink
által alkotott sorfal mentén kivonultunk a Siklósi várból, és lesétáltunk ide az 56-os emlékműhöz. Megrendítő, megrázó és nagyon-nagyon nagy élmény volt. És azt látom, hogy évről évre egyre többen vannak itt, és ami nagyon fontos, a fiatal generációnak át kell adnunk ezeket az üzeneteket, és azok a fiatalok, azok a pici gyerekek, akik fáklyát ragadva végig sétálnak velünk ezen az úton, és esetlegesen még a koszorút is elhelyezik akár egy civil szervezettel, vagy akár csak a család indítatásából, az egy óriási élmény, hiszen ezek szerint be tudjuk vonni őket, át tudjuk adni nekik ezeket az alapvető üzeneteket. Az ünneplő közönség az 1956-os emlékműnél állt meg, itt a résztvevők elhelyezték koszorúikat, tisztelegve a szabadságért küzdő hősök előtt.